Rendezvénytér, főzőkonyha, komfortpont, elkészült az épület a kilátónál. Sajátos nevelési igényű gyerekek, 18 iskola diákja versenyzett. 20 éves a Miskolci Napló, 39 a Miskolc Televízió. Közösen ünnepeltünk. Üdvözlöm Önöket, kezdődik a Miskolc Ma, a Miskolc TV híradója, már is jönnek a részletek. Elkészült az Avasi kilátó lábánál álló épület. Rövidesen vendégeket is fogad majd. Csütörtökön Verespál polgármester és Prokay Tamás ingatlangazdálkodási igazgató járta be az avastetőt. A több mint 1000 négyzetméteres létesítményben egy nagy rendezvénytér, egy 50 adagos főzőkonyha és komfortpont kapott helyet. Az üzemeltetést elnyerő vállalkozóval a szerződéskötés folyamatban van, aki az átrium mellett a kilátó kávézóját és a bortanyát egységként működteti majd. Félkör alakú modern épület az Avasi kilátó lábánál, már csak az utolsó simítások, a tereprendezés és a sétautak kialakítása van hátra, rövidesen pedig birtokba vehetik a miskolciak is. És akkor ez lesz itt az éttermi, vagy rendezvénytér? Inkább rendezvénytérnek mondanám, hogy az, hogy étterem lesz-e benne, azt majd szerintem a piac eldönti. De ugye ez az épület, ez nagyon sok funkcióra alkalmas, hiszen több mint 1000 négyzetméter a hasznos területe. Verespál polgármester és Prokay Tamás ingatlangazdálkodási igazgató járt a körbe az épületet csütörtökön. A létesítményt több funkcióval is meg lehet tölteni. Az üzemeltetővel, aki az átrium mellett a kilátó kávézóját és a bortonyát is működteti majd, a szerződéskötés folyamatban van. Mindenképpen olyan pályázót kerestünk, akiben megvan a képesség és a szándék is arra, hogy egy ilyen komplexumot üzemeltetni tudjon. Feltétel volt az, hogy létező referenciákat csatoljon a pályázatához, illetve terveket arra vonatkozólag, hogy hogyan képzeli el a működtetést. Az ingatlan gazdálkodási igazgató szerint a vállalkozó több apró attrakcióval is készül. A tervek között szerepel egy fagyizó terasz, és a játszótérhez kapcsolódóan apró értékesítési pontok kialakítása. Az avastető fejlesztése azonban itt nem áll meg. Az elképzelések között vannak túraútvonalak és egy látványszűrészet is. Én azt gondolom, hogy egy fantasztikus élményt nyújt majd mindenki számára, aki ide feljön, illetve ad egy olyan lehetőséget, hogy itt akár a kilátó és annak környezete egy természetes színpadként és amfiteátrumként is működhet. Ezzel együtt természetesen helyreállítási munkák folynak majd a horvát tető szélén, hiszen itt az építés miatt fel kellett bontani bizonyos elemeket, és így együtt komplex módon fog majd megújulni ez a tető. A kilátóban található kávézó és a bortanya várhatóan tavasz végére kinyit, ezt követően rövidesen az átrium is fogadhat vendégeket. Az avastetői beruházásról hosszabb riportot a híradó után kezdődő kilátóban láthatnak. Különleges diplomamunkát készített egy fiatal miskolci építészmérnök. Az évtizedek óta elhagyatottan álló helyőparki vasbetonváz hasznosításával foglalkozott. Bodnár Gergely helyszínválasztását a helyi kötődésén túl a fenntarthatóság és a mások munkái iránti tisztelet vezérelte. Ez az oka annak, hogy a miskolci kollektívház mintájára egy fiatalokat célzó lakóépületet tervezett az 1993 óta üresen álló váz adottságainak kihasználásával. Az építész diplomamunkájában szándékosan nem a megszokott úgynevezett vázkitöltő falas megoldást választotta, hanem megtartotta azt, hogy látszódjon az eredeti szerkezet. Az emiatt véletlenszerűnek tűnő lakáselhelyezés azonban szigorú szerkesztési szabályok alapján történt. Az épületben a tervek szerint 22 lakás kapna helyet. Posztgraduális lakásokat terveztem ebben az épületben, ami igazából a kollégiumi életnek így a meghosszabbítására szolgálna a fiataloknak, akik az életüket most kezdenék el, ugye az egyetemen végeztek, vagy tovább tanulnak az egyetemen, és akkor számukra biztosítanánk itt ebben egy ilyen magas minőségű bérlakásokat. Sajátos nevelési igényű gyermekek méretették meg magukat a Petőfi Sándor általános iskolában pénteken. A Siker Neked is elnevezésű versenyt második alkalommal rendezték meg. Miskolcról és a környező települések 18 iskolájából több mint 85 diák érkezett. A szervezők célja, hogy azok a tanulók is versenyzési lehetőséghez, sikerélményhez jussanak,
akik különféle tantárgyi megmérettetéseken nem indulhatnak. Tökéletes összhangban adtak elő csengettyűkkel egy dalt a gyerekek. A felkészítő tanár szerint már január óta készültek erre az előadásra, és az izgatottságuk ellenére minden hang a helyén volt. A Siker Neked is elnevezésű versenyt második alkalommal rendezték meg sajátos nevelési igényű gyermekeknek. A megnyitón Molnár András festőművész képét is felavatták, aki azt felajánlotta az iskolának. Az alkotó a rajzverseny kategóriájának zsűri elnöke is volt. Mindenképpen figyelembe veszem, hogy ugye gyerekek, hány éves gyerekek rajzolják ezt a képet. Persze azért egy-két szakmai dolgot is mindenképpen figyelembe veszek, a kompozíciót, hogy hogyan ábrázolják azt, amit lerajzolnak, illetve a színhasználatot. A diákok nevezhettek még versmondó és ügyességi versenyre, vagy a Csoki a csavarban elnevezésű népmesei vetélkedőre is. A Petőfi Sándor általános iskola intézményvezetője elmondta, a megmérettetést azoknak a gyerekeknek szervezték, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdenek. Az a célunk, hogy ezen a versenyen sikerélményhez juttassunk azokat az SNI-s tanulókat, akik valamiben tehetségesnek érzik magukat, vagy akár csak megmérettetni szeretnének, de nem tudnak különböző tantárgyi versenyeken részt venni. Engem senki nem cirógat, becézget, mert a bőröm egy kicsit recézett. A verseny a magyar népmeséről szólt, így a gyerekek ebben a témában választottak verseket vagy rajzoltak. A megmérettetésen a tanulók pontokat gyűjtöttek, amelyik iskola diákjai pedig a legtöbbet megszerezték, a vándorkupával térhettek haza. 60 éves a Miskolci Rövidfilm és TV-fesztivál. Az emlékekből nyílt kiállítás az egyik miskolci kávézóban, az esemény már a szeptemberi Cinefest kísérő programja volt, hiszen a 20 éves jubileum alkalmából olyan rendezvényekkel készülnek a szervezők, amelyek visszatekintenek a fesztivál eddigi múltjára, illetve Miskolc filmfesztiválos örökségére, a kiállítás május 5-ig látogatható. Miskolc filmfesztiválos örökségét mutatja be az a kiállítás, amely a Szubróza kávézó emeleti termében nyílt meg. Miskolcon rendezték az első magyar rövidfilm és TV rövidfilmfesztivál. Visszaemlékezések 1964-ből, az archív felvételek mellett fotók, régi kiadványok, díjak, belépők és programfüzetek is láthatók. Ahogyan a fesztivál újságokat pakoltam sorrendbe egymás után, az egyiken láttam, hogy van egy dedikáció. Sok szeretettel, 2. Kudlik Júlia, ott található majd a fesztivál újságos tablón. És hát akkor rögtön beírtam a megjegyzés rovatba ezt szó szerint, nehogy valaki hozzon egy ugyanolyan fesztivál újságot és kicserélje. Az esemény már a szeptemberi Cinefest kísérő programja volt, hiszen a 20 éves jubileum alkalmából olyan rendezvényekkel készülnek a szervezők, amelyek visszatekintenek a fesztivál eddigi múltjára. Bíró Tibor fesztiváligazgató elmondta, a multiplexek megjelenése óta a Cinemis Nonprofit Kft. A művészfilmekre koncentrál. Jelenleg is, és az elmúlt években is töretlenül növekszik az érdeklődők és a nézők száma, de ez mindenképpen köszönhető annak is, hogy közben 94-ben elindult a Cinefest, hiszen egy értő és érdeklődő közönség alakult ki itt Miskolcon, amely most is a mozinak is és a fesztiválnak is a bázisa, úgyhogy sokat segített nekünk az, hogy Miskolci Filmfesztivál, ez nagyon jó hangzó név volt már az induláskor is. A Cinemis Nonprofit Kft. Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület és a Herman Otto Múzeum közösen szervezett kiállítása május 5-ig tekinthető meg. 2 születésnapot ünnepel szerkesztőségünk. A Miskolci Napló idén 20, a Miskolc Televízió pedig 39 esztendős. Az évfordulót rendhagyó módon ünnepeltük, kigördült cégünk tevékenységét népszerűsítő villamos, retro címlapokkal jelentkezik a heti lap, a következő összeállításban pedig nem mindennapi felvételeket láthatnak. Sok szeretettel köszöntöm a Miskolcvárosi Televízió első adásának nézőit.
Az első adás 1985. április 15-én. Miskolc az elsők között volt, ahol megkezdődhetett a helyi hírekre, eseményekre fókuszáló városi adáskészítés. Akkor a Miskolc TV székhelye még az avasi lakótelepen volt. Később a szerkesztőség a Dózsa György utcára költözött. Onnan pedig 2006-ban jelenlegi telephelyére a Kishunyad utcára. Ez lesz a mai forgatás. A Budapesti Műszaki Egyetem építész hallgatói egy pályázatot készítettek, és ezeket a terveket fogják most bemutatni. Egyeztetés forgatás előtt jelenleg a Miskolc TV hétköznap naponta jelentkezik híradóval, de az utóbbi hónapokban több magazin műsor is elindult, és számos új munkatárs is érkezett. Elsődleges volt az, hogy minden napra készüljön saját gyártású magazinműsor, és ezt februárban meg is valósítottuk. Február elejétől kezdve valóban minden napra jut egy-egy olyan tematikus magazin, amik részben korábban már voltak, részben teljesen új, például a Karrier magazinunk, és a továbbiakban szeretnénk még ezt bővíteni. De nem csak a Miskolc TV, hanem a város heti lapja, a Miskolci Napló is évfordulót ünnepel, ráadásul kerek évfordulót. Éppen 20 évvel ezelőtt jöttek ki a nyomdából az első példányok. 2004 és 2024 márciusa között körülbelül 1000 lapszám készült. Itt eredetileg az szerepelt a legelső lapszámon, hogy megszépült a korzó, és akkor most ezért választottuk ezt a címet, hogy megszépült a kilátó, és ide lent pedig itt lesz majd a születésnapos villamosunk, szóval egy picit születésnapozunk is. Az utolsó simítások a nyomdába küldés előtt. A Miskolci Napló a következő hetekben retro címlapokkal jelentkezik. Az elmúlt lapszámban már beharangoztuk, hogy a következő 6 héten keresztül felidézzük az elmúlt 2 évtized arculatait, és visszahozzuk egy-egy lapszám erejéig a korábbi stílusokat a minapban, úgyhogy ne lepődjenek meg az olvasók, hogyha egy picit formabontó címlappal találkoznak majd az újságban. A születésnap egy rendhagyó munkanapot eredményezett szerkesztőségünk. Kigördült a cégünk tevékenységét reklámozó villamos, és természetesen nem hiányozhatott a torta sem. A születésnap persze mit sem érne a nézők és az olvasók nélkül, így ez a 20 és 39 év önökről is szól. Köszönjük! Megnyílt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak kiállítása a Vasgyári Közösségi Házban pénteken. A tárlaton a Szimfónia Zeneiskola tervei láthatók, amelyeket a lakóépület tervezési tanszék fiataljai álmodtak meg. A 11 ötlet április 25-éig tekinthető meg a kiállításon. A Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola növendékének előadásával kezdődött a Vasgyári Zenei Álmok című kiállítás pénteken a Vasgyári Közösségi Házban. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem lakóépület tervezési tanszék hallgatóinak képein a Miskolcra megálmodott Szimfónia Zeneiskola tervei láthatóak. Úgy kezdődött, hogy egy barátunk felhívta a figyelmünket a Rézangyalok című filmre. Megnéztük telefon, és elindult egy szerintem élettől szóló barátság Somosi Árpád és Virág Csaba is közöttünk, és egy együttműködés, aminek most láthatjuk az egyik majdnem kézzel, illetve a makettekre gondolva a kézzelfogható eredményeit itt a szomszéd teremben. Összesen 11 tervet láthatnak az érdeklődők, ebből 8 zeneiskolára és a tanodára készült. Két terv pedig a Kabar utca területére, ahová szociális lakásokat képzeltek el a BME hallgatói. A kiállítás megnyitóján Szunyog László, a város főépítésze is elmondta szakmai véleményét. Ha építészként tekintek rá, nagyon nehéz egy egységes környezetbe valami újat belevenni. Mert mi csináljuk hamisítsak egy ugyanolyat, amilyen volt, vagy csináljuk egy teljesen mást, ami nem passzol bele. És nagyon nagy öröm volt részt venni abban a pályázatban, ahol fiatal hallgatók elmondták a videóikat. És az volt a nagy tanulság, hogy nagyon bátrak voltak. Tehát mertek abból kiindulni, hogy itt gyerekek fognak zenét tanulni. Varga Andrea alpolgármester megnyitó beszédében az alapítvány munkáját és a Vasgyárat méltatta. Nagy-nagy tisztelője vagyok a Szimfónia Alapítvány munkájának, és nagyon-nagyon tisztelem azt, ami itt a Vasgyárban történik. És amikor beszélgettünk a Baptista Általános Iskola munkájáról, a Szimfónia Alapítvány munkájáról,
akkor mindig az jön szóba, hogy milyen csodálatos hely ez a vasgyár, amely most méltatlan helyzetbe került. A kiállítás április 25-ig tekinthető meg a Vasgyári Közösségi Házban. Híradónk végén pedig jön a sport. Főként a csapatsportokat tekintve gazdag program vár április közepén az érdeklődőkre. Összességében 6 sportág eseményei kínálnak szórakozást szombaton és vasárnap. Tekintsék meg programajánlónkat. Az április első hétvégén lebonyolított korosztályos öttus a válogató verseny után újra Miskolcon állnak rajthoz a legjobb utánpótláskorú versenyzők. Az Egyetemi Atlétikai Centrum, mint központ ad otthont egy nagyszabású versenynek, ahol az U10, U11, U12, U13, U14, U17 és junior korosztályok képviselői vetélkednek majd a nemzetközi viadalok lebonyolítására is alkalmas öttus a pályán. Több miskolci induló között ott lesz Herceg Áron, a Miskolci Sportiskola növendéke is, aki dobogós helyezés elérésére is esélyes. A csapatsportokra átváltva a rájátszásához érkezett a női futszál NB1 az elsőtől a negyedik helyezésekről döntő rájátszásban, a bajnoki elődöntő második találkozóján a DVTK Vénusz látja vendégül TFS-e együttesét. A Generali Arénában szombaton 13 órakor kezdődik a mérkőzés. Maradva még a csapatsportoknál, de sportágat váltva, vízilabda rájátszás párharcnak ad otthont majd a Kemény Dénes uszoda, amit élőben közvetít majd a Miskolc Televízió. Az 5. fordulójához érkezett ugyanis az alsóházi középszakaszt, és újra saját medencében szerepel majd a Panergy Miskolci Vízilabda Klub. A szombaton 15 órakor kezdődő mérkőzésen pedig Pécs csapata lesz az ellenfél. Természetesen győzelemért ugrik vízbe a hazai csapat, de a PVS elleni mérkőzés eredménye már nem változtat a középszakasz sorrendjén, és így már eldőlt, hogy a 9-től 12. pozíciókért kiírt helyosztó során UVS-e Miskolc találkozó jelenti majd a folytatást. Szombaton 15 órakor kezdődik tehát a Miskolci Vízilabda Klub következő rájátszás mérkőzése a Pécs ellen, amit élőben közvetít majd a Miskolc Televízió. Szintén hazai pályán folytatja majd remélhetőleg szép számú publikum előtt szereplését a rájátszásban a DVTK kézilabda együttese is. A playoff során nagyon magabiztos miskolci csapat ellenfele a felsőházi rájátszás csoport tabelláján az utolsó pozíciót elfoglaló Nyír Bátor lesz. A Generali Arénában április 13-án szombaton 17 órakor kezdődik a két csapat találkozója. De a hét utolsó napjára is marad még izgalom, ugyanis már kora délután elkezdődnek a sportesemények. A labdarúgó NB1 28. fordulójában Tobella szomszédok találkoznak majd, ugyanis az MTK a DVTK-t fogadja. A fővárosi Új Hidegkúti Nándor stadionban vasárnap 14 órakor kezdődik a bajnoki. Maradva még a sportágnál, a fiúk mellett a DVTK női labdarúgói is idegenben szerepelnek majd ezen a napon. A Simple Liga 18. fordulójában ugyanis a 7 pontjával utolsó előtti helyen álló Budaörs otthonában lép majd pályára, a 22 pontjával az 5. helyezést birtokló DVTK. A bajnoki kezdési időpontja 17 óra. Az előttünk álló hétvége sport történései közül időrendben az utolsó, a MEAV Cröplabda együttesének hazai rájátszás erőpróbája lesz. Ami már csak a résztvevők miatt is garantáltan nagy küzdelmet hoz majd, ugyanis a MEAV Speka Bau Szeged csapatát fogadja majd. Az egyetemi körcsarnokban esedékes 9-től 12. helyezésekről döntő playoff mérkőzés 17 óra 30-kor kezdődik, és itt búcsúztatják majd el az aktív játéktól sok esztendő után búcsúzó alapembert, Kozsla Ádámot. Szombaton felhők zavarhatják meg a napos időt, de csapadék nem valószínű. Részletek hamarosan az időjárás jelentésben. A híradó után 18 óra 25 perckor kezdődik a kilátó. Szombaton heti hír összefoglalónkkal, a krónikával várjuk Önöket, híradóval legközelebb hétfőn jelentkezünk. Riportjainkat a minap.hu-n megtalálják. További jó tévézést, viszontlátásra!